Mivel az Oroszországgal vívott háború miatt Ukrajna tengeri kikötői zárva vannak, a hatóságok más módot találtak a mezőgazdasági termékek Európába történő szállítására. Ukrajna gabon exportjának számottevő részét hagyományosan a Fekete-tengeri kikötőből szállítják tovább. A háború miatt azonban megkezdték a Szemes termények vasúton történő külföldre szállítását, ugyanis az ukrán tengeri kikötőket blokkolják az orosz megszállók. Az ukrán közlekedési hatóságok szerint havonta akár 600 ezer tonna gabonát tudnak exportálni vonattal Ukrajnából Európába. A vetési munkálatok az ország minden olyan részén elkezdődtek, ahol nincsenek aktív harci cselekmények. Ilyen körülmények között az infrastruktúrális minisztérium egyik legfő feladata a felszerelések és egyéb alkatrészek, műtrágyák, üzemanyagok logisztikájának a biztosítása. Jelentette ki Olekszant Kubrakov, infrastruktúrális miniszter, a mezőgazdasági szektor képviselője Elővel folytatott tárgyaláson,